Karácsony. Ünnepi hagyományok, népszokások, hungarikumok. Kiállítás. Betlehemi jászolok tárlata a Szent István Bazilika lovaktermében. Idegenforgalom. A szállodák lemondásokra számítanak az ünnepi időszakban. Jó estét kívánok! A Budai Híradót látják. 19 óra van. A magyar háztartásokba csak néhány évtizede költözött be az adventi koszorú, mint a megújuló természet jelképe, és a környező országokban felállított karácsonyfáktól is eltérnek a mieink, hiszen nálunk a hungarikumnak számító szaloncukor is felkerül a fenyőfákra. A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó hagyományok, illetve népszokások nagy része máig megmaradt, bár a súlypontok kicsit eltolódtak. A karácsony mára a hétköznapinál nagyobb törődést vagy szeretetet, az ajándékozást és a nagy lakomákat jelenti. De nem volt ez mindig így, hiszen a múlt század elején még nem került ajándék a fa alá, mert akkor még az emberek nagy része a megváltó születését tekintette karácsonyi ajándéknak. Az advent első vasárnapjától vízkeresztig tartó karácsonyi ünnepkör legszebb része azonban régóta karácsony vigiliája. Ezen a napon állítjuk a karácsonyfát, ekkor díszítjük fel, ami nem olyan nagyon régi hagyomány, 19. században kezdődött, először főúri körökben, Ausztria felől jött hozzánk, és tulajdonképpen a II. Világháború után kezdett el általánosan elterjedni, de mindenütt vittek be korábban is zöld ágakat, mert ilyenkor, amikor legrövidebbek a nappalok, sötétség van, az emberek reménykednek abban, hogy egyszer kizöldül majd, és ezért, hogy a természetet késztessék, bevittek zöld ágakat. De karácsonyfát állítottak a középkorban a templomokban, mert Ádám Éva napja van, és ilyenkor Ádám és Éva történetét elevenítették föl. És ebből a két hagyományból jött tulajdonképpen a karácsonyfa, és ha ma ránézünk a fákra, és látjuk a gömböket, akkor gondoljunk arra, hogy ezek Ádám és Éva almái, és a kígyót jelképező lánc szintén máig a karácsonyfáknak az éke. Ezek közé az ősi jelképek közé férkőzött be egy hungarikum, a szaloncukor, amely nálunk ugyancsak sok fenyőfára felkerül. Ennek a napnak a fontossága az semmihez nem hasonlítható. A katolikus egyházban bőjt volt egész nap, és csak az éjféli mise után ehettek már zsírosabb ételeket. Miután bőjtös nap volt, én úgy szoktam mondani, hogy varázsételeket fogyasztottak. Szenteste, mégpedig fokhagymát mézbe, borsba mártottak, azért, hogy erősek, egészségesek legyenek, és kedvesek. Emellett ostját is fogyasztottak, amit a mindenkori kántortanító vitt a házakhoz, és egy almát annyi felé vágnak, ahányan az asztal körül ülnek, hogy a család úgy tartson majd össze, ahogy annak az almának a cikkelye is összetartottak, és ezeket az alma cikkelyeket együtt szokta megenni a család. A jellegzetes karácsonyi ételek között a múlt században már ott volt a hal Krisztus jelképeként, és a pikkelyei okán a jólét hírnökeként is. Ehhez hasonlóan a diós és mákos beigli apró szemcséinek is varázserőt tulajdonítottak a korábbi korokban élők, amelytől ugyancsak a bőség eljövetelét várták. A régi hagyományos paraszti világban úgynevezett karácsonyi asztalt készítettek, ami azt jelentette, hogy erre az asztalra egész kenyeret, egész kalácsot tettek, azért, hogy a családnak majd egész esztendőben legyen ennivalója. Ugyanezt újévkor is gyakran megismételték. Ez a bizonyos karácsonyi asztal azért volt nagyon fontos, mert ezt olyan terítővel terítették le, amit máskor nem használtak. Mi is most olyan karácsonyi terítő, de hát ezek nem karácsonyi mintás abroszok voltak, hanem házilag szőtt abroszok, amivel aztán a gazda a gabonát vetette. Ez volt a vetőabrósza, mert úgy gondolták, hogy ami a karácsonyi asztalon van, az varázslatossá válik, és termékenyebb lesz majd a föld tőle, meg a búza bőven terem. Ugyancsak itt a karácsonyi asztal köré bevittek különböző magvakat szakajtóba, hogy abban is majd szerencséjük legyen, és azt a jószágokkal letették meg, hogy azok is egészségesek legyenek. Sőt, volt olyan, aki még az ekevasat is bevitte az asztal alá. Tátrai Zsuzsa elmondta, hogy a magyarok asztalára a 18. századtól pálinka is kerül karácsonykor, illetve már bőjt idején is. Erre a ma élő szokásra azért kerülhetett sor, mert a pálinkát kivették az egyház tiltása alól, mondván az nem a szórakozást, hanem az egészség megőrzését szolgálja.
Különböző kézzel készült alkotásokat láthat a közönség a 28. betlehemi jászol kiállításon. A betlehemi jeleneteket ábrázoló művek a Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatában vettek részt és kerültek kiválasztásra. A Szent István Bazilika lovak termében rendezett kiállítás január 7-ig látható. Egyrészt azért izgalmas, mert hogy a mézes kalácsból korábban nem készítettek fali képeket. Ez egy olyan jelenetet mutat be, amelyik egy betlehemi népszokás, a menditálás. Mézes kalácsból, kukoricacsúhéjból, tűzzománcból, kerámiából és textilből is készült alkotásokat is láthat a közönség a 28. betlehemi jászol kiállításon. A Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatára olyan munkákkal lehetett nevezni, amelyek a betlehemi jelenetet mutatják be. A felhívásra az ország minden részéről érkeztek pályamunkák, amelyeket aztán egy szakértőkből álló zsűri értékelt. A legszebb alkotásokból pedig a Szent István Bazilika lovak termében rendezte kiállítást. Az alkotók meg tudtak lepni bennünket, mert olyan különleges ötletekkel hozták elénk ezt a témát, Jézus születését, a betlehemi jászolt, a betlehemezést, mint szokást, hogy számunkra is ez egy nagyon kellemes meglepetés. Magának a kiállításnak, a sorozatnak az a célja, hogy ezt az igazán szép, tiszteletre méltó hagyományt újra visszaadjuk a nagyközönségnek, és azáltal, hogy ezt a kiállítást mi 28 éve szervezzük, be tudjuk bizonyítani azt, hogy az alkotás öröme mennyire fontos, és hogy miért érdekes az, hogy egy közösség, egy alkotóközösség, egyéni alkotó, gyerekek, felnőttek, korra nemre való tekintet nélkül valami olyasmit hoznak létre, ami másoknak örömet okoz. Nekem a téridőfény az egy kulcsszó az alkotásaimban. Orient Enikő textilművész egy különleges alkotással vesz részt a kiállításon. A hegyvidéki művész Rejtőzködő című munkája arra hívja fel a figyelmet, fontos, hogy az anyagi világ mögé tekintsünk, és a lelkünkkel is többet foglalkozzunk. Ne csak a csillogások legyenek, hanem pont az, hogy az egyszerűségben is, ugyanúgy, ahogy Mária és József is az egyszerű körülményeket találta az első szállásukra. Hát mi is az egyszerűségben lássuk meg azt a fényt és csodát, ami nem a csillogás jelenti, hanem egyre mélyebb gondolatok felébredését. A kiállítás különlegessége, hogy most először egy igazi szakrális térben rendezhették meg. Az, hogy ezt a helyszínt most magunkénak mondhatjuk, a Szent István Bazilika lovak termét, az a 28 évnek a munkáját dicséri. Azt dicséri, hogy az alkotók kitartottak amellett, hogy minden esztendőben ezt a megmérettetést vállalták, és ez a helyszín még erre is egy pluszt rátett, és sokkal többen jelentkeztek. Több mint 200 alkotás van kiállítva, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez számunkra is egy nagyszerű érzés, az alapítvány munkatársainak és az alkotóknak egyaránt, mert a megnyitón itt nagyon sokan mondták, és a visszajelzések is azóta azt mondják, hogy ez egy nagyon szép kiállítás, egy méltó helyen. Tehát hazatalált a betlehemi jászol kiállításunk. A hivatásos és amatőr művészek, valamint csoportok alkotásait bemutató kiállítás január 7-ig várja a látogatókat a Szent István Bazilikában. Az ünnepekkor jelentősen emelkedik a háztartási balesetek száma, ezért az országos mentőszolgálat mindenkit óvatosságra kér. Sütés-főzés közben a forró olaj, a forró víz, a sütő és az onnan kivett edények súlyos égési sérüléseket okozhatnak. Az éles szerszámokkal és késekkel szintén nem árt az óvatosság. A mentőszolgálat arra hívja fel a figyelmet, hogy az életmentő alkalmazás gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a segélyhívást, ezért érdemes letölteni az applikációt. A magány az ünnepek idején kétszeresen is negatív dolog. Az egyik oldala nyilván a lelki oldal, hiszen a szeretet ünnepén egyedül lenni az egy nehéz dolog, és ezért is fontos, hogy odafigyeljünk egymásra. Másrészt pedig van fizikai kockázata is, tehát hogyha valaki mondjuk rosszul lesz és egyedül van otthon, akkor vagy elesik, megüti magát, nem tud fölkelni, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül, úgyhogy a szeretet ünnepén nem lehet más jó tanács, mint hogy figyeljünk oda a környezetünkben élőkre, akik valamiben szükséget szenvednek, vagy akik nehéz helyzetben vannak, akkor támogassuk őket lelkileg, és akár konkrétan fizikailag is. Változik a BKK járatok menetrendje az ünnepek ideje alatt.
december 25-én és 26-án ünnepnapi, 27-től 31-ig iskolaszüneti menetrend lesz érvényben. A karácsonyi ünnepek alatt és utána a munkaszüneti napokon az ügyeleti rend szerint biztosítják a sürgős esetek ellátását az egészségügyi szolgáltatók, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Budapest és Pest megye sürgősség és akut ügyeleti beutalási rendje a www.mentők.hu oldalon érhető el. A fővárosi szállodákban a foglalások megnövekedett visszamondására számítanak a járvány terjedése miatt, ezért jelentősen csökkenhet a budapesti szálláshelyek forgalma. Hazánk jelenleg vörös zónában van a beutazási listákon, ami hatással van az idegenforgalomra is. A Magyar Szállodák Szövetsége hozzávetőlegesen félházas foglaltságra számít az ünnepekkor. Részben sajnos, részben pedig hál' Istennek erre nem lehet felkészülni, reméljük, hogy ez a következőkben ilyen formában nem fog már többet előfordulni. Így fogalmazott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a budapesti szálláshelyek foglaltságának decemberi helyzet jelentésével kapcsolatban. Bár az idei ősz már nagyon biztatóan alakult, a téli időszakban azonban ismét rosszabbodtak a körülmények. Magyarországot a beutazási listák vörös zónába sorolták be, vagyis a naponta regisztrált fertőzöttek száma hazánkban még túl sok ahhoz, hogy kedvező képet kapjunk az adventi időszak idegenforgalmáról. A tavalyi évhez képest azért ez egy jobb év volt már, hál' Istennek, de hát az előző éveket értelemszerűen nem nagyon tudja utolérni. Azért a budapesti szállodák éves kihasználtsága talán ilyen 25-30% körül lehetett, ugye eleve május közepe vége volt, mire lehetett nyitni. Most az őszi időszak már egészen erős volt, azért szeptembertől kezdve 50-70%-os foglaltságok is voltak. Sajnos pont most tették át Magyarországot megint egy új besorolásba, úgyhogy valószínűleg az év vége nem lesz annyira szerencsés már, mert nagyon sokan le fogják majd mondani megint az útjukat. Ilyenkor a szállodák, éttermek nem csak szezonális atmoszférával, de különleges programokkal, menüsorral is készülnek. A bizonytalanság miatt azonban sok az improvizáció, mind a személyzet, mind pedig az árurendelés megtervezése terén, hiszen a vendéglátóhelyeknek rossz esetben akár több milliós káruk is keletkezhet. Jelen pillanatban szilveszterre még közel telt házas állapotok voltak nagyon sok szállodában, de hát a következő napok történései fogják ezt megmondani, hogy mi lesz. Egyáltalán lehet-e majd zenés-táncos rendezvényt tartani, és lesz-e vendég, akivel meg lehet tartani. Ugye ez a mostani helyzet abszolút mutatja az elmúlt több mint másfél évnek a pillanatnyi állapotát, hogy amit ma hétfőn tudunk, kedden már nem biztos, hogy igaz, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nehéz a tervezés. Az Egyesült Államokból eleve komoly korlátozások mellett volt lehetséges hazánkba a beutazás, hasonlóképpen Angliához és más országokhoz, ahol a hazautazást követően karanténkötelezettség van érvényben. Ugye az izraeli vendégeknek eddig csak 3 napra kellett karanténba menniük, mikor hazatértek, most már vagy tiltva van, vagy 8 napra kell menniük, tehát ilyen szempontból csökkenő, hogy ki fog tudni jönni hozzánk. Azt gondoljuk, hogy leginkább a környező országokból az autós turisták, akik még fognak jönni. A belföldi turizmusról megtudtuk, hogy a vidéki szállodák foglaltsága a fővárosiakéhoz hasonló. Félházas foglaltságot mutat pillanatnyilag. A szilveszter, illetve új év megünneplése adhat okot némi bizakodásra, akkor ugyanis ez az arány 60-70%-osra is nőhet. Egy hét van hátra a februári adó visszatérítéshez szükséges nyilatkozat leadásáig. A gyermeket nevelő szülőknek a visszadó nyilatkozatot kell kitölteniük. Az esetek jelentős többségében mindkét szülőnek jár a családi pótlék, de azt ténylegesen csak az egyik szülő kapja kézhez, így az ő bankszámla számát vagy postai címét ismeri az adóhivatal. Viszont a másik szülő esetében az adó visszatérítéshez szükséges legfontosabb adat hiányzik, ennek pótlására pedig szükség van. Különleges felvételekkel bővíti digitális médiatárát a MÜPA. A hét előadás december 24-e és január 3-a között mindenki számára regisztráció nélkül hozzáférhető lesz. Többek között Handel oratóriuma, a Messiás 2018-as előadását, az Évad együttesének választott Győri Balett Piano Plays című produkcióját és Judith Hill koncertjét láthatják HD minőségben az érdeklődők. A járvány miatt jövőre is csak elektronikus úton válthatók ki a parkolási engedélyek a 12. kerületben. A várakozási hozzájárulás január 3-ától igényelhető a Hegyvidék e-ügyi intézési felületén. Aki nem rendelkezik a rendszer használatához szükséges fiókkal, annak első lépésként regisztrálnia kell. A 2021-es parkolási engedélyek január 31-ig érvényesek.
A Budai Híradót látták. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!